Nincs olyan tervezet a Vidékfejlesztési Minisztériumban, üzemtörvénytervezet, amely tönkretenné vagy nehéz helyzetbe hozná a nagyüzemeket. Nincs olyan tervezet a minisztériumban, amelyre a sajtó hivatkozik. Mi elkötelezettek vagyunk a családi gazdaságok, az agrárközéposztály megerősítése ügyében, és minden eszközzel azon vagyunk, hogy a magyar mezőgazdaság az fejlődjék és gyarapodjék. Az elmúlt években ez jól látható volt, hiszen a sertéságazatnál, dinnye ügyben, a húsipari feldolgozóknál, uborka ügyben, négymancs ügyben mindig azért dolgoztunk, hogy a mezőgazdaság az eredményes legyen, az elért pozíciókat megőrizzük és fejlődés legyen. Senkit sem akarunk tönkretenni, mi a mezőgazdaságot nem bontani, hanem építeni szándékozunk, és ebben a szellemben dolgozunk a jövőben is.